Több 10 kiló szerszámot cipel magával egy-egy kiszálláskor Barna Sándor. A szekszárdi gázszerelő férfi rendszeresen kap megbízásokat társasházi lakásokban, mégsem hajthat be a lakótelepek parkolójába a szolgáltatás elvégzéséhez, mert a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Által kihelyezett közlekedési tábla ezt tiltja. A városban található ilyen parkolókat ugyanis csak az ott lakók autói használhatják, ezért ha Barna Sándor egy-egy lakótelepi lépcsőház előtt áll meg, a közterületfelügyelet megbüntetheti. Barna Sándor azt mondja, a munkájához elengedhetetlen lenne a behajtási engedély, mert már többször megbüntették, miközben egy emeleti lakásban dolgozott. Pedig próbált segítséget kérni a lakóhelye körzeti önkormányzati képviselőjétől, az Éjjel Szekszárdot képviselő Murvai Árpádtól, valamint az Éjjel Szekszárd színeiben politizáló Faragó Zsolttól is. Találkoztam egy Faragó nevű képviselővel, sikerült beszédbe eljönni, neki is elmondtam a problémát, hogy jön a szezon, ez augusztusban volt, kéne nekem egy behajtási engedély ilyen területekre. Hát ő is bőszen jegyzetelt, fölírt a telefonon, még az engedés lefényképezte, tudja, mikor hívott vissza. Ezután felment a szekszárdi városházára, ahol azt mondták, hogy az engedély kiadásához össze kell hívni a közgyűlést. Azóta erre már többször is sor került, de ezt a problémát az Éjjel Szekszárd képviselői sosem terjesztették elő. Barna Sándor szerint ez azt jelenti, az Éjjel Szekszárd frakció nem veszi komolyan a helyi kisvállalkozókat, pedig nem csak ő küzd ezzel a problémával, több szerelő kollégája is panaszkodott már emiatt. Majd amikor esik az eső, meg a hóba, gondolja a szerelő, majd a vállán, a táskában, meg a szerszámos láda alkatrészre fog csaklatni? Röhely. És ez nem csak rám vonatkozik, hát létezik vízvezetékszerelő, villanyszerelő, egyik barátom az légkondi szerelő, beállt, ő is megkapta 30 ezer forintot, mert odaállt a nagy botárral, csinálta a légkondit, mire kiment, ott volt a csekk az ablakba. A közterületfelügyelők azonnali 30 ezer forintos bírságot szabnak ki akkor, ha valaki olyan lakóház előtt parkol, ahol csak az ott élők autói állhatnak. Barna Sándor egyelőre csak abban bízhat, hogy amíg nincs rendezve a vonatkozó helyi rendelet, addig nem kap ilyen helyről érkező megbízást.